És fontosnak tartotta a Biblia is, hogy megjegyezze, hogy Simeon idős ember volt. Miért? Azért, kedves barátaim, és tanuljuk meg, mert mindenkinek, akár fiatal, akár idősebb, van feladata Isten családjában. Hallottuk, a gyermekek például csodálatosan zengő hangjukkal, nyíltságukkal, mosolyukkal, szemük ragyogásával tudnak időről időre szolgálni az Úrnak. Mivel tud egy idősebb ember? Azzal, amie van. Azzal a bölcsességgel, azzal a tapasztalással, azzal az ismerettel, ami a korából fakadóan folyamatosan gyarapszik. Ezt teszi Simeon is Máriával és Józseffel. Az ő hatalmas élettapasztalatát, a hatalmas lélektapasztalását elmondja Máriának és Józsefnek. Elmondja, amit megértett az ígéből. Elmondja, amit megértett a Messiásról, amit Isten lelke belehelyezett, belecsepegtetett a szívébe. Azt abban a pillanatban elmondja a jeruzsálemi templomban, amikor meglátja őket. Nagyon érdekes, hogy Mária és József nem értik, mert értelmezhetetlen. Le is írja a Biblia, csodálkoznak rajta. Érthetetlennek tartják, fölfoghatatlannak, de figyeljük csak majd a bibliai történeteket. Ha tovább lapozunk, akkor képzeljétek el, az történik, hogy bizonyos idő elteltével, ezt mondja a Biblia, Máriának eszébe jutnak, amiket korábban hallott. Kedves idősebb testvéreim! Ne csüggedjetek! Most egy olyan világ van, egy olyan korszak, amikor úgy néz ki, hogy az idősebbeknek a tudása, az idősebbeknek az ismeretei elavultak. Nézzétek meg a képet. Ott van egy idősebb ember, és mellette egy jóval fiatalabb. Lehet látni, hogy az idősebb gramofont használ, nyilván ez túlzás. Miközben a kisfiúnak pedig ott van a fülében valamilyen kütyű, mert mind a ketten hallgatnak zenét, az egyik így, a másik úgy. Kedves idősebb testvéreim, ti sokszor úgy gondolkodtok magatokról, hogy ez már kifutó széria, úgyse hallgatnak meg, felesleges is bármit mondani, felesleges, mert lehet látni, rohannak mellettünk. Valóban pusztába kiáltott szó, amit mondunk. Itt van ez a történet. Az Aksimeon oda megy, és elmondja az összefüggéseket. Elmondja, amit megértett. Igen, abban a pillanatban nem értette sem Mária, sem József. Aztán a később meg nagyon hasznos volt ez az ismeret. Ti is mondjátok el nyugodtan, helyezzétek a szívünkre azokat a megértett összefüggéseket, amik majd idővel, az adott pillanatban életet menthetnek. Nézzétek meg, 2000 éve folyamatosan elmondjuk az adventet. Újra és újra elmondjuk a karácsony csodáját. Mondhatná bárki, hogy lerágott csont. Hát ilyen sokszor ugyanazt elmondani. Van értelme? Van. Mert mindig van egy új generáció, akinek új az ismeret.